10 új logóval és megújult arculattal találkozhatnak a Hírös Agóra intézményeinek látogatói. A képelemeket és szlogeneket nagyjából egy hete már plakátokon és LED hirdető táblákon is láthatja a közönség. A modern forma alkalmas az okos eszközökön való megjelenítéshez is. Egy sokoldalú kulturális intézménynél szinte kötelező egy olyan típusú logó, ami képviseli a mögötte álló szellemi tartalmat, mondta el Barta Dóra, Hírös Agóra kulturális és ifjúsági központ ügyvezető igazgatója. Nekem nagyon sok olyan kulturális intézmény van a fejemben, akiket tudom, hogy nagyon, nagyon szimpatikusnak és nagyon progresszívnek és nagyon izgalmas helynek tartok, és mindig társul hozzá egy nagyon markáns logó. Valahogy ez a kettő együtt jár, és úgy éreztem, hogy a Hírös Agórának is itt az ideje ilyen módon megjelenni. Barta Dóra ügyvezető igazgató fontosnak tartotta már az elejétől, hogy az Agóra arculatát kecskeméti művész készítse. A dinamikus logó a régi értékeket is magában hordozza, miközben képes arra, hogy megmutassa az intézmény sokoldalúságát. Kiforta magát ez a 10 szegmens, ami körülbelül felüleli a tevékenységi kört, illetve nem utolsó sorban a korosztályt is, amit hivatott megcélozni. Akkor láttuk, hogy ez egy szimbólummal nem fedhető le tökéletesen. Tehát ez nem csak egy öncélú formai dizájnjáték. Az elkészült dinamikus logó könnyű felismerést tesz lehetővé, de a kontextustól, tevékenységi területtől függően változik. Az arculatról és annak kialakításáról bővebb összeállítást láthatnak mai kiemelő magazinunkban.